Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami egy napi vlognak készül, két napról fog szólni, ha jól sejtem. Az egyik az a mai napom lesz, a készülődés, összepakolás és hasonló dolgok, a holnapi pedig az utazás, ugyanis megyek Bencéhez Sepsiszentgyörgyre, és repülővel fogok menni, úgyhogy gondoltam, megmutatom nektek, hogy hogy fog telni. Az egyik dolog, amit szerintem ti még nem láthattatok tőlem videóban, legalábbis biztos nem, hogy vannak körmeim. Ugye kozmetikus vagyok, úgyhogy nem lehetnek hosszú körmeim, viszont itt az ünnepek alatt nem dolgoztam, úgyhogy kielveztem, hogy végre megint lehet körmöm, mert közben pedig műkörmös is vagyok, úgyhogy a kettő kicsit nehezen összeegyeztethető, de most végre lehet. A második dolog pedig, hogy ahogy láthatjátok, elég lapos a fejem, de nézzétek el, nekem muszáj lesz hajat mosnom, viszont próbálom kihúzni az utolsó utáni pillanatig. Szóval arra gondoltam, hogy a mai nap jönni fogtok velem, és megnézitek, hogy hogy telik itt Vásárhelyen az utolsó napom. Először is biztosan ki fogok menni a lovardába, ott majd megmutatom nektek, hogy miket csinálok, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul a nap többi része. Tartsatok velem! Szóval kiértem a lovardába, és amikor ideértem, akkor pont voltak még itt lovagolni, voltak bértartók is, és voltak olyanok is, akik csak járnak ide lovagolni. Nagyon sokan kérdeztétek, és ne haragudjatok, de nem válaszoltam még ezekre a kérdésekre. Lehet hozni lovat bértartásba, van még szabad helyünk, és lehet jönni lovagolni is, akkor is, ha nincsen saját lovad. Le fogom írni ide a leírásba nektek a telefonszámot, mert nagyon sokan kérdeztétek, hogy hol lehet érdeklődni, hol lehet ezek. Le fogok írni nektek ide a leírásba egy telefonszámot, ahol tudtok érdeklődni a lovaglásról, árakról, időpontokról és hasonló dolgokról. És amíg ugye itt voltak lovagolni, addig a fedeles foglalt volt, úgyhogy nem tudtam kimenni, és elintéztem pár dolgot, amikről nem nagyon szoktunk beszélni, ezeket nem is szoktátok kérdezni, és nagyon sokan nem is tudják szerintem. De ugye a lótartással kapcsolatban nem csak azok a dolgok vannak, hogy etetni kell a lovat, jártatni kell, és szeretgetni, ápolni, hanem vannak kötelező dolgok is, az állatorvosi teendők, a patkolással kapcsolatos dolgok, és most lesz esedékes a patkolás, úgyhogy elintéztem az időpontot is. És így, hogy ezekkel készen vagyok, most jött el az az idő, hogy elindulok az istállóba, és kiviszem Enjoyt lejártatni. És már itt is vagyunk, gyertek, menjünk be a fedelesbe. Hello. Jaj, koszos vagy, ne kend össze. És most következik az a mozdulat, amit egész héten láthattatok a sztoriaimban. Elég válogatós. Igen. És általában ennek a végén szokott az következni, forog egyet-kettőt, és amikor fel kell, mindig elkezd rúgni és szaladni. Igen, és ilyenkor van meg rá az esély, hogy lelépi a patkóját, ahogy ez tegnap meg is történt. Csia!
Nagyon koszos vagy, nem kérek most puszit. Nem kérek, mert nagyon koszos vagy. Ez az. Tessék. Csinál ilyet, ló? Szia! The next day. Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt vagyunk, 28-a, az utazás napja. Éppen beültem a kocsiba, állok ki a garázsból, és indulunk Temesvárra, úgyhogy onnan még jelentkezem. Temesvári repülőtéren, meg volt a becsekkolás, már leadtam a beszállókártyámat is, úgyhogy mindjárt ülök fel a gépre, és onnan majd elmondok nektek pár részletet, mert nem tudtam egészen eddig videózni, de ott el fogok mondani mindent.